Tisztelettel köszöntöm az itt megjelent kedves vendégeinket és látogatóinkat a Magyar Logisztikai Egyesület közreműködésével, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnoksággal való együttműködésének keretében megrendezésre kerülő pályaorientációs napon. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Péter urat, a Budapest 16. kerületi önkormányzat polgármesterét, dr. Dor Zoltán urat, a Magyar Logisztikai Egyesület elnökét, Dolányi Sándor ezredes urat, a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázis parancsnokát, Bozóki János ezredes urat, a Magyar Honvédség légjárműjavító üzem parancsnokát, továbbá a Magyar Logisztikai Egyesület megjelent tagjait és kísérőiket, a több mint 300 fős középiskolás diákseregét és kísérőiket, az érdeklődő sajtó munkatársait, a katonai logisztikai bemutatókat végrehajtó személyi állományt és minden kedves részvevő vendégünket. Most pedig felkérem dr. Dor Zoltán elnök urat a rendezvény ünnepélyes megnyitására és köszöntő gondolatainak megosztására. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm önöket, tisztelettel köszöntöm polgármester urat, parancsnok urat, a kirendelt állományt, illetve önöket és kísérő tanáraikat. A Magyar Logisztikai Egyesületnek önként vállalt küldetése, hogy a tudást megoszta, a logisztikai tudást. És ebben nagyszerű partnerségre találtunk a Magyar Honvédség különböző alakulataiban, de legfőképpen azokban a szervezetekben, amelyek a katonai logisztikával foglalkozik. És ez a mai nap is erről fog szólni, hogy önök ugye logisztikát tanulnak az iskolába, tankönyvekből, tanároktól, most pedig meg fogják látni azt, ami nincs a tankönyvekben, mert itt most a Magyar Honvédség katonai logisztikai szervezeteinek a bemutatóját fogják látni. Kitelepültek ide azok a katonai logisztikai szervezetek, amelyek biztosítják a honvédségnek a támogatását, gyakorlatilag a működését, hiszen ugye mi tudjuk, hogy a logisztika az gyakorlatilag az ellátás, teljes ellátás, és a logisztika, illetve az ellátási láncok biztosítják az emberiség számára a bővülő kínálatot és a növekvő jólétet. Itt a honvédségnél pedig azt, hogy a katonák tudjanak közlekedni, legyen ruhájuk, legyen felszerelésük, és minden szükséges dolog meglegyen ahhoz, hogy el tudják látni a feladataikat. Most ezzel fognak önök itt megismerkedni, és hát ezzel köszönöm meg a Magyar Honvédség illetékes szerveinek a támogatását, és átadom a szót parancsnok úrnak. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, elnök úr, ezres úr, tisztelt megjelent vendégeink, kedves látogatóink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és titeket, kedves pályaválasztása előtt álló honfitársaim, ezen a katonai logisztikai bemutató napon. Én, mint a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázis parancsnoka, a katonai szervezetnek és ennek az objektumnak a parancsnoka, nagy örömre szolgál, hogy immár második alkalommal tudjuk megszervezni ezt a fiataloknak szóló pályaorientációs napot. Hálás köszönetemet fejezem ki ezért az Egyesületnek, a parancsnokságnak, hogy ez a nap létrejöttet, és nektek, akik eljöttek erre a napra, hiszen ez értetek és nektek szól. Kaptok egy képet a katonai logisztikai szakterület egy széles szeretéről. A szakképzett bemutató állomány pedig beavat titeket minden apró részletbe, amire csak kíváncsiak vagytok. Bátran érdeklődjetek, kérdezzetek tőlük. Az aulában hallható előadások során pedig egy kis elméleti tudást szerezhettek a jelenlévő katonai szervezetek struktúrájáról, működéséről, feladatrendszeréről. Szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a hadseregnek egy olyan mozgató láthatatlan rugói, az az erő, amely tolja előre haderőfejlesztés szekerét, a Magyar Honvédség gépezetét. Igen, lehet kívülről nem olyan látványos a mi tevékenységünk, de olyan képességekkel, szaktudással vagyunk felvértezve, és olyan szakszerű eszközökkel rendelkezünk,
amely a háttérből biztosítja a teljes Magyar Honvédség logisztikai ellátását, legyen ez ruházat, fegyverzet, élelmezés, üzemanyag, szállítás vagy egyéb más szakterület. Érdekes, összetett és kihívásokkal teli szakma a miénk, de nem csupán szakma. Aki közületek ezt választja, az hivatást választ magának, egy nemes, dicső hivatást a haza szolgálatában. Erre esküdtünk fel, hogy akár életünk árán is védelmezzük a hazát, megfújjuk a fegyvert, ha kell. Célunk, hogy garantáljuk a magyar állampolgárok biztonságát. Az Egyenruha egyben tekintélyt, tiszteletet és fegyelmezettséget parancsol. Kívánom nektek, hogy a jövőben öltsétek magatokra ti is ezt az egyenruhát, ruházátok fel magatokat szuper képességekkel, és életek végéig hű szolgálói és védelmezői lehettek hazának, illetve a magyar népnek. Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, sok sikert és katona szerencsét.